Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Nagy Attila Tibor, független politikai jellemző, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát akkor kezdjük azzal, hogy... Nagyon sokat beszéltünk a politikai messiásról, most már pártelnökké választották. Mit kell, hogy tudjunk? Hát az, hogy most már jogilag is az lett, illetve lesz, amit eddig is tudhattunk, hogy a Tisza párt tényleges vezetője Magyar Péter volt, amióta átvette a Tisza pártot. Tehát ugye azt kell tudni, hogy a Tisza párt az lényegében egy csak papíron létező párt volt egészen márciusig. Ott a lángos fölött? Hát Egerben volt a székhelye, igen, és ugye miután Magyar Péternek már nem volt elég ideje ahhoz, hogy új pártot alapítson, és ezt bejegyeztesse a bíróságon, ezért az volt a célszerű, hogy átvegyen egy nagyon picike pártot, ezt meg is tette, és miután az elnöki választás az egy változásbejegyzést jelentett volna, amit a bíróságnak kellett volna elbírálni, ez több hónapig tartott volna, de ezt egyébként Magyar Péter is elmondta helyesen, ezért úgy döntött, hogy most csak akkor még csak alelnökké választotta meg magát, aztán most már hivatalosan is elnök lett. Ugye jelezte azt, hogy novemberben lesz egy tisztújítást, és úgymond azt szeretné, hogyha lenne ellenjelöltje, hát megnézném ezt az ellenjelöltet, hogy ki mer majd Magyar Péterrel szemben indulni. Magyar Péter már jogilag is a Tisza párt vezére, írja a Magyar Nemzet 2. oldalán a Munkatárs, és akkor nézzük azt, hogy de egyéb tisztségeket is új emberek kaptak. Hát pontosabban régiek, hiszen Tar Zoltánt már április óta ismeri a magyar politikai közvélemény, Ragnai Márk sem teljesen ismeretlen. Mit kell tudni róluk az egyszerű tévénézőnek, aki nem olvas minden nap újságot? Hát Tar Zoltán egy nyugalmazott, illetve felfüggesztett, én nem látok ebben tisztán, de református lelkész, illetve református lelkész volt. Ő a szemüveges úr? Igen, igen, a szemüveges úr, és korábban egy állami cégnél volt munkatárs, és saját bevallása szerint próbaidőm volt még, amikor megszüntették a munkaviszonyt az április 6-i tüntetés után, és akkor Magyar Péter felajánlotta neki, hogy fogadja el az EP listán. Felfüggesztve volt, mint pap? Mint lelkész, igen, igen, mint lelkész. De mondom, ebben nem látok tisztán, hogy kinek volt igaza, hogy aztán megalapozottan függesztették-e fel, vagy pedig csak rendelkezési állományba helyezték-e, elnézést, ebben annyira nem vagyok tájékozott. De a lényeg az, hogy az utóbbi hónapokban már aktívan nem dolgozott lelkészként, ha jól értem. És a másik úriember? Hát a Ragnai Márk egy színházi rendező, és miután a rendezésben, a dolgok megvilágításában, tehát hogy hogyan lehet jól színpadra vinni dolgokat, az ez irányú tapasztalatát Magyar Péter rendelkezésére bocsátotta, ugye. Mostanában idézik egyébként nem pusztán kormányoldali médiumok, hanem ellenzékiek is, amiket ő írt Koltai Tamásnak, hogy majd egyenként kitöri a ujjait, de Magyar Péter tegnap egyértelművé tette, hogy ez nem igaz, nem így volt, másként volt. Értem. Jó, tehát akkor az események haladnak. Mit tud mondani nekem az Európai Parlament túl van azon, hogy megválassza az elnököt, minden elindul szépen lassan. Mi a véleménye arról, hogy ők megszavazták a régi új elnöknőt, a bizottság elnöknőjét? Méghozzá nem is akárhogyan, tehát 5 évvel ezelőtt csak mintegy 8 vagy 9 szavazat többséggel tudott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök lenni, ehhez képest 40 vagy 41 szavazat többséget kapott. És ebből 7 darab a Tisza párt. És ebből 7 darab a Tisza párt, így van. Ez egy jelentős siker. Én azt gondolom, hogy folytatódik nagyjából az a politika az Európai Bizottság részéről, amit az elmúlt 5 évben láthattunk.
bár bele kell csúsztatnom azt a félmondatot, hogy az Európai Bizottság maga még nem állt fel, tehát az, a biztosokat még meg kell külön szavazni, illetve a bizottság összetételét majd ősszel, de amennyiben ez megtörténik, én akkor arra számítok, hogy nagyjából, tehát nyilván nem pontosan ugyanúgy, de nagyjából az a politika folytatódik, mint eddig. Magyarul egy erőteljesen ukrajna párti politika, Ukrajnának a gazdasági és fegyveres támogatása, a zöld átállás tovább folytatódhat, bár korrekciókkal. Ezen korrekciókat már láthattuk az elmúlt fél évben, amikor kicsit enyhíteni próbálták a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheit, valamint szó volt a úgynevezett, tehát a mezőgazdasági területeknek a felhasználásáról, a természetbe való visszaadásáról szóló jogszabálynak az esetleges módosításáról. Tehát itt például a Green Deal kapcsán valami korrekciót láthattunk. Amit láthatunk még hangsúlyosabban a Ursula von der Leyen beszédében, az a versenyképességnek a fokozása. Itt ugye az Európai Uniónak még további erőfeszítéseket kell. Hátra van még 6 percünk, én szeretném megtudni öntől, mint egy független elemzőtől, hogy az elnök asszony anti-orbanizmusa, anti-Magyarországa precedens értékű lesz-e az, hogy a Soros elnökséget szintjét alacsonyabbra viszik, hogy ilyen keményen beszól Magyarországnak. Azért fehér ember nem viselkedik így. Én nem gondolom azt, hogy anti-magyar lenne Ursula von der Leyen, mert ha az lenne, akkor nem ült volna le Magyar Péterrel találkozóra, sőt szó van arról, hogy novemberben eljön. De az igaz, hogy rossz kapcsolata van a magyar kormánnyal, ez nem kérdés. Egy bizottság elnöknője megteheti, aki egy egységes Európai Uniót szeretne, hogy ilyen mélyen beleálljon egy Soros elnökséget vezető ország elnökébe? Tekintettel arra, hogy rossz a kapcsolat, így igen, és az Európai Bizottságot felháborította, különösen von der Leyent, hogy a magyar kormányfő a vele való, pontosabban a külügyi főképviselővel való egyeztetés nélkül tárgyalt Moszkvában, és volt egy olyan látszata akkor még ennek a tárgyalásnak, hogy Orbán Viktor az EU soros elnökeként tárgyal, és ez az, ami kiakasztotta von der Leyent, Charles Michelt is, és azóta az Európai Unió több vezetője telefonon beszélt Putyinnal. Igen, de nem személyesen. Tehát valóban például Olaf Scholz is beszélgetett többször Putyinnal, de más ennek a bukéja, hogy kimegyek Moszkvába, mosolygok egy jót, barátságosan beszélgetek Putyinnal, vagy pedig telefonon, amelyet ugye nem lát senki, és nem hall senki, hogy mi zajlik. Én egyébként azt gondolom, hogy hosszabb távon én azért arra számítok, hogy valamennyire visszaáll az Oroszországgal való kapcsolatrendszer. Mi ennyire felejtőképesek vagyunk? Hát vannak érdekek. Tehát Oroszországnak a nyersanyagkincse, a piaca, a hatalmas területe. Én azt gondolom, hogy nem mostanában, még csak nem is a következő években, lehet, hogy csak 20-30 év múlva, de számítok olyan fordulatra, hogy valamelyest visszaállnak majd a korábbi oroszországi európai kapcsolatok. Én látom azt például a német politikában, hogy mind az SPD-ben, mind a CDU-ban, tehát a háború előtt még meglehetősen erőteljesek voltak azok a politikai, gazdasági erők, amelyek igenis üzletelni akartak Oroszországgal, amelyek például a Nord Stream 2-t ugye megvalósították Észak-Németországban, és pontosabban meg akarták valósítani, nem sok volt már hátra egyébként, hogy onnan energia áramoljon Németországba, tehát nagyon komoly érdekek voltak, erők voltak az Oroszországgal való kapcsolat fenntartása tekintetében, és hogyha megnézzük akár a történelmi dimenziót, azt látjuk, hogy a német-orosz kapcsolatok, diplomáciai kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok mindig is jelen voltak az elmúlt pár évszázadban, még a szocializmus időszakában is, tehát azt kell, és nem csak a kelet-német, hanem a nyugat-német szovjet viszonylatban. Tehát én azért arra számítok, hogy
a végtelenségig nem fog tartani az a helyzet Oroszországgal, ami most van. Oroszország túl nagy ország, hát szerintem. Persze, jön Trump, két napon belül Oroszország tűzszünetet, vagy jó, hát ez mesehabbal természetesen, két nap alatt nem. De azért az Ábrahám egyezmények jelenléte, amit egyébként Trump idején hoztak tető alá. A vejek, igen, de hát ugye nyilván ez Trumpnak a beleegyezése is kellett. Tehát azt mondanám, hogy nem is kicsinyelném le azért teljesen Trump erőfeszítéseit, hiszen ő már bizonyította, hogy időnként megkökkentő külpolitikai eredményre azért képes. Tehát az Ábrahám egyezmény ezt legalábbis De mutatja. Most a merénylet óta úgy néz ki, hogy olyan államférfi szerűvé is vált, ha nem lett volna elegendő, hogy már azért volt nem Amerika tagadta elnöke. Meg teljesen magát. Én megnéztem a konvenciós beszédét, azért keményen oda pörkölt időnként az ellenfeleinek, de azzal egyetértek, hogy önmagához képest egy mérsékelt beszédet mondott. Hát igen, az ember, hogyha milliméterek következtében túléli, és földi ittmaradása prolongálódik, tehát meghosszabbítódik, ez okozhat egy olyan katarzist, hogy ettől kicsit más lesz. Valóban, természetesen, meg hát ez egy fontos esemény volt. Egyébként ennek kapcsán, tehát a Trump elleni merénylet kapcsán tegnap összeült az amerikai kongresszus, tehát törvényhozás képviselőházának az egyik ellenőrző bizottsága, amelybe berendelték a Secret Service titkosszolgálat vezetőjét, amelynek az lett volna a feladata, hogy gondoskodjon Trump védelméről. Hát ez egy 4 órás ülés volt, ajánlom, hogy aki tud angolul, az mindenképpen nézzen meg, mert ahogy a pártállástól függetlenül demokrata, republikánus törvényhozók felelősségre vonták nagyon keményen a vezetőt, hogy fordulhatott elő ilyen, és a vezető mismásolt, nem akart belemenni a részletekbe, és a legvégén... Az e fajta vezetők általában mismásolnak. Hát igen, de a jelenségre akarom felhívni a figyelmet, tehát hogy ott bizony nem úgy van, mint Magyarországon, hogy mondjuk, ha valakinek nincs kedve elmenni egy bizottság ülésére, és mondjuk ellenzék által kezdeményezett ülésről van szó, és mondjuk egy magasrangú tisztségviselő azt mondja, hogy hát ő nem megy el, mert nincs kedve, volt már ilyen, akkor hát nem megy el, és nincs szankciója. Amerikában nem így van, tehát ott akár több hónapos börtönbüntetést is lehet kapni, ha valaki megtagadja az együttműködés az illetékes bizottsággal. Ugye ott a bizottság idézést bocsáthat ki az illető tisztségviselőnek, hogy már pedig te bejössz. És az így is volt tegnap, és nagyon kemény meghallgatás volt. Szinte mindegyik kérdező képviselő belevágott a vezetőnek a szavába, talán magyar füllel hallgatva túlságosan agresszív is volt, vagy tűnt, ahogy igyekezték meghallgatni azt a vezetőt. Tehát hát ezeknek a szenátoroknak ez egy fellépési lehetőség. Nem szenátorok voltak, hanem a képviselőház illetékes bizottsága. Igen, mert ugye Amerikában képviselőház és szenátus van. Tehát ők hallgatták meg, de az volt a feltűnő, hogy akár Ocasio Cortezről volt szó, aki a demokraták egyik üdvöskéje, vagy akár republikánus törvényhozókról, mindenki egyetértett abban, hogy nagyon súlyos mulasztás és megengedhetetlen mulasztás történt, úgyhogy bár súlyos válságjelenségek mutatkoznak az amerikai demokráciában, de oly bár tűnik, hogy azért van még mindig egy-két pont, amiben a két párt együtt tud érteni, és az, hogy súlyos mulasztásra került sor, ami megengedhetetlen, ebben a demokrata és republikánus törvényhozók tegnap egyetértettek. Sajnos ez a végszó. A pontos idő 9 óra, tehát jön a híradó. Jó tévézést önöknek, velem legközelebb csütörtökön találkoznak. Holnap Emkende Péter várja önöket a Pirkadatban. További jó tévézést. Köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm szépen.